Kedves nézők, a következő fogadóra vendége dr. Ferenczi Norbert, a 10-es választó kerület Fidesz KDNP és önkormányzati képviselője. Köszöntöm, képviselő úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a kedves nézőket, szerkesztő urat is. Hát akkor nézzük az eddig történteket a választókerületében. Közel 5 évre kell visszatekintenünk, nagyon sok a téma. Barangoljunk egy kicsit a budai úti fürdő környékén. Fürdő utcára gondolok, illetőleg ott az aszfaltozásra, hiszen az azt megelőzően, hát az bizony földút volt, ez valamikor a választási ciklus elején történt, ennek a történetnek a rendbehozatala. Igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy a városnak a természetes fejlődési iránya az nyugat felé mutat, és ennek van egy mágnese, ez a fürdő. És ezt a mágnest folyamatosan fejlesztenünk kell. Bizony ebben az 5 évben nagyon sokat költött arra az önkormányzat, hogy ez a mágnes fejlődjön. És az egyik legnagyobb beruházása a városnak ennek vonatkozásában valóban a fürdőútnak a teljes megépítése volt. Miért kellett teljesen megépíteni? Azért, mert a Budai út-Pesti út között a legnagyobb szakasz hiányzott, hiszen a Pesti útról nem lehetett csak földúton bejárni, mert közmondásosan rossz állapot volt. Kialakult a Pesti úton ugye a kanyarodósáv, és most már nagyon szeretünk ott járni, Hársfosor övezi, lassan emberes méretűre nőnek, és most van éppen jó illata, pont jókor érkezik, hiszen nyakunkon a laska. Maradva még mindig a fürdőnél, és tulajdonképpen maradva a budai úti fürdő megközelíthetőségénél, hiszen ennek a szempontjából volt jelentősége a 4-es lehajtó átadásának is. Ez viszont már nem annyira régmúlt, ez 2018 nyara, ugye, hogyha jól mondom, 2018 augusztusa igen, talán? Igen. Itt a földrajzi közelség adja az okot arra, hogy ezt egy lapon említsük, illetve megint a mágnesről kell, hogy beszéljek, hiszen ez a lehajtó egyáltalán nem létezett. Itt is csak egy földút volt, egy düllőút volt, és ez bizony jó hatással van az ottani ingatlanok árára is, jó hatással van az ottaniak közérzetére is. Nyilván leszámítva egy-két olyan ingatlan tulajdonost, akinek a portáját közvetlenül érintette, a forgalmat közvetlenül növelte meg. Hát bizony ezzel együtt kell tudni élni, ott kanyarodik be az út közvetlenül az iskolánál, picit aggódtunk azzal kapcsolatban, hogy baleset veszélyesebb lesz, nagyobb lesz a forgalom, ott valami dugó fog kialakulni, de hát ezek hála jó Istennek nem következtek be. Úgyhogy a jó út az meghozta magával azt, hogy a forgalom is gördülékenyen zajlik. Hát ha már jó út, a budai út, hát hagyott némi kívánnivalót maga után, ez egy nagyon-nagyon hosszú történet volt ez is, és küzdelem, nagyon rossz állapotban volt már a végén. Ezt végül is sikerült rendbehozni, nem önkormányzati útról beszélünk, de az önkormányzat is igyekezett hozzájárulni ahhoz, hogy ez rendben legyen. Igen, hát bizony ez a 3 cikluson keresztül próbálkoztunk, és most ért révben, most sikerült néhány hónappal ezelőtt befejezni ezt a beruházást. Most már lehet azt mondani, hogy kiállt az idő próbáját is. Voltak olyan hangok, hogy bizony nem jó ez a technológia, amit alkalmazunk, hiszen hogyha a kedves nézők emlékeznek rá, akkor egy ilyen újra darálásos módszert alkalmaztak a kivitelezők, tehát ráküldték a nagy masinákat, nem vették le az eddigi útburkolatot, hanem bedarálták az alapba. Bizony kellett is ez az alap, mert ugye az összetöredezésének az volt az alapvető oka, hogy nem létezett ez az alap. Na most ezzel a bedarálással, meg egy jó nagy adag sóderrel pótoltuk ezt az alapot, és csodálatosan siklik az autó, ez biztos az autóvezetők tanúsítják, és a mellette lévő kerékpárút már jó régi, ugyanúgy biztosítja annak akadálymentes közlekedésnek az alapelvszerűségét, hogy ugye a biciklisek nem közlekednek az autók között, és biztonságosan tudunk jönni-menni a Budai úton, és végre nem a kátyúk között, könnyen elérve a fürdőt, helyiek is, és turisták is. És köszönöm szépen polgármester úrnak azt a közbejárását, mert kellett neki is egy nagy levegőt vennie akkor, amikor azt mondta, hogy a költségvetésben lefinanszírozzuk ennek a csapadékvíz elvezetésének a dolgát, hiszen a Magyar Közút azt mondta, hogy amíg a csapadékvíz elvezetés a környékben nincs rendezve, addig nem fog ehhez a beruházáshoz hozzá, mert addig oldalról föl fog ázni mindig az út, és elkátyúsodik, nem lesz biztonságos, nem lesz száraz az útnak az ajzata.
Na most elég nagy összeget fordítottunk rá, kellemetlen helyzetbe hoztunk néhány főtulajdonost ott azzal, hogy a bejáróját ki kellett alakítani, de a tervezést is, ennek a tervezését is fölvállalta az önkormányzat, meg a koordinációt is. Hálás vagyok a főtulajdonosoknak, hogy kibírták, megcsinálták szépen a fölhajtóikat, és bizony most már örömmel tudjuk használni ezt az utat. És akkor beszéljünk egy kicsit magáról a Budai úti fürdőről. Mennyi jutott fejlesztésekre? Hát ugye, ha a fejlesztésbe beleszámítjuk a fürdőútat is, akkor 120 millió forintot. Igen, 120 millió forintot kaptunk költségvetési forrásból, de ezeket mindig ki kellett egészíteni a helyi büdzsé forrásaiból is. Nagyon szép teljesítmény szerintem egy Szegléd nagyságú várostól az, hogy ez a Dragon csúszda megvalósulhatott kint, illetve végre tudtuk a külső medence felületet növelni ezzel az új hullámmedencével, amihez egy picit lassan érkezett meg a hullámkeltő labda, de azért ez is itt van már, és ettől a szezontól kezdve ez is rendelkezésre áll, és egyre többen látogatnak a fürdőbe, egyre többször látom az ottani parkolót teli. Mennyire tudtak előre lépni a külső Budai úton a útalapozások vonatkozásában? Ütemeztük az útalapokat. 8-10 utca az, amit ott útalappal kell ellátni. És bizony, ahogy növekednek az építőipari árak, egyre kevesebb utat csinálnak meg egyre több pénzért, és nekem az volt az elgondolásom, hogy a teljes útalapozással végzünk ebben a ciklusban, de még maradt hátra a Kálmán utcából egy pici. Ezen nagyon sokat segített egyébként a csatorna beruházás utáni helyreállítás, mert hála jó Istennek többször is neki tudtunk futni garanciában, többször tudtuk a helyreállítást megvalósítani, többször is kellett a megsüllyedések miatt, és ebben az évben az Rínyi-Ilona utcával, meg a Kálmán utca egyik szakaszával záródnak a ciklusban itt megvalósított beruházások, egyébként a teljesség igénye nélkül Tarló utca, Erdész utca, és ebben az évben félig már kész vagyunk a Lóránt-Fi Zsuzsanna utcával, a másik oldal a napokon, heteken belül megvalósul. A Széchenyi úti oldal külső Budai úti, ezt hangsúlyozom, külső Budai úti telephelye is megújult, tehát itt a vasútjáron túli intézmény részlegről beszélünk. Ez is tavaly nyár. Igen. Saját erőből, teljesen saját erőből, méghozzá azért, mert a városban 14 telephelyen van óvoda. És én sokszor panaszkodok arra vonatkozólag, hogy kis települések könnyen híreskednek azzal, hogy hú, az óvoda készen van, a bölcsőde készen van, az óvoda is készen van, de viszont csak egy van nekik. Hát nekünk 14 darab telephelyünk van, és az önkormányzat nagyszerűen belátta azt, hogy ezeket a pici telephelyeket önerőből kell megcsinálni, és nem lehet pályázni. Pályázati forrásra várni, mert az csak a nagy óvodák tekintetében jön meg, mint a Deák téri óvoda, vagy éppen a Lövész utcai óvoda most. Úgyhogy hála jó Istennek, polgármester úr hathatós közbenjárására ott saját erőből végeztük el a teljes külső felújítás, szigetelést, tetőszerkezet megújítást. Szűk 3 percünk van még, téma bőven. Rendszeres most már mondhatni nyugodtan a Budai útnak a napja. Idén is lesz szeptember 7-én? Igen, szeptember 7-én. Az évnyitó után szoktuk tartani, és kulturális programokkal, orvosok közreműködésével, néhány egészségügyi etappal, foci bajnoksággal szoktuk várni az érdeklődőket. Ez fontos nekünk, mert egy picit összejöhetünk ott helyek, nem vagyunk túl sokan, megmondom őszintén. Tehát, hogy olyan 100 ember össze szokott szaladni ott egyszerre, és akkor a megfordulókkal együtt olyan 400-500-ra föl szokott menni a részvevőknek a száma. Öreg diák találkozókat szoktak ilyenkor tartani, de talán idén párhuzamosan fog megvalósulni a rekordtán futópályának az átadása egyébként a fürdő tó körül, illetve az ottani felnőtt játszótérnek az átadása is a fürdő tó körül, és ez külön örömre ad majd okot nekünk. Hát akkor már kocogási lehetőséget említett, akkor egy kicsit sportoljunk, sportlétesítmények a választókerületében, gondolok itt például judó, hát Malomtószél judócsarnok,
a labdarúgó. Igen, hát nem csak ezt a mágnest kell fejleszteni, ami a város nyugati végében van, hanem bizony gondolni kell a belső, nagyon előregedett létesítményeknek a felújítására is. És nem mindig csak a városközpont vonatkozásában valósult ez meg, ahogy ezt nagyon szépen látjuk a virágos belváros vonatkozásában, hanem bizony a Malomtószélre is jutott rengeteg állami és önkormányzati, meg TAU forrás is. És nagyon örülök annak, hogy a dzsúdó beruházás mindenféle ellenzéki korom aggatás ellenére nagyon jól működik, nem süllyedt el az épület, mint ahogy beharangozták, tehát kiválóan működik, kiváló létesítmény van, és ott dzsúdózók érdekeit nagyon jól szolgálja. Én azt hiszem, hogy kifogástalan az ingatlan állaga, és végre 20 év után sikerült a Málló csempéjű foci célokat szolgáló ingatlan, a lelátó és az alatta lévő kiszolgáló létesítményeket is hihetetlen módon megújítani, úgyhogy hála és köszönet a sportot szerető kormányzatnak ezért. Képviselő úr, fél percben közvilágítás bővítések, és nem csak az öregszőlőben, ez nehéz ügy lesz fél percben. Igen, hát közel 100 lámpatest került a ciklusban kihelyezésre az öregszőlőben. Facebookon, egyéb közösségi médiában mindenütt az ember kereste, hogy hol kell ezt éppen az adott időszakban, és nagyon nehéz viták nélkül mindig a jó helyet megtalálni, hogy hol kell sűríteni, hol kell új lámpatestet. Minden esetre köszönöm az öregszőlőieknek a türelmet, és folytatjuk a következő ciklusban, megtisztelnek azzal, hogy októberben újra választanak. Azért mondtam azt, hogy fél percben, mert még fél percet azért szálljunk egy nagyon fontos dologra, munkahelyteremtő fejlesztések a választóterületében voltak? Hála Istennek. Hogyne, az ipartelepi úton most már szép számmal vannak olyan vállalkozások, akik már nem találnak munkaerőt. Tehát két ciklussal ezelőtt még azt ígértük a választási programokban, hogy munkahelyeket fogunk teremteni, és a városi ciklus programban gyakran megjelent az, hogy ingatlanokat adunk olcsóbban, különböző fejlesztési programokat indultunk. Most már alig győzünk ezeknek a vállalkozásoknak valami módon munkásokat produkálni. Örülök, hogy egy másfajta probléma van, de ezen is igyekezni kell, hogy megoldódjunk. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát kívánok. Én is köszönöm szépen, viszontlátás. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátás.